Hola! Üdvözöllek itt a legújabb videómban, megint Madeiráról. Ma egy csodálatos helyre jöttünk túrázni. Megtorpantunk? Lépcsők. Szóval egy csodálatos barátom. Helyre jöttünk túrázni, ami összesen, ha minden igaz, egy olyan kb. 16 kilométer lesz. Itt a leírás szerint a zöld katlan az odavisz egy ilyen 12 kilométer, és ez a lájtosabb szakasz. És majd innen megyünk a Pokolkatlanig, ami csak 4 km oda-vissza, de állítólag az már nagyobb edzettséget igénye, és nagyon izgalmas, mert mindenféle vízesésen, meg ilyen sziklás, alagutakos, ilyen szó nincs is, alagutakon fogunk által haladni, úgyhogy esőkabáttal is készültünk már. Olvastuk, hogy az is nagyon jól jöhet, szóval ez egy nagyon-nagyon szép túrának érkezik. Tartsatok velem! De gyönyörű mélység van itt alattunk. Hát és mekkora páfrányok, szerelmese vagyok a páfrányoknak egyébként is. Úgyhogy ez itt nekem igazi páfrány paradicsom. Azt hitted mi? De én vagyok a vezírhangja. Hangok alapján, aha. Szépre lehet számítani, ott is van. Ott is van. Az első vízesésünk. Ez még nem annyira hatalmas, de milyen szép. Ó, mennyi láb menetel. Mi meg itt terpezbe. Nézd. Az első barlangunk. Jönnek szemben is. Aha. Ó, és nekik van fejlámpájuk. Nekünk is fog kelleni. Azt mondod, hogy semmit nem tudunk látni. Azt. Ott a fény az alagút végén. Leopárd vagyok, nem közönséges macska. Ott is van egy alagút! Ránya a hegy alá. Uha! Itt jön egy nagy pocsolya. Micsoda jó rejteked van. Nem. Teljes rejtve vagy. Mint egy koméla van. Oh, miénk az út? Nézd. Bolond vagy? Egy kicsit? Oké, azt nézzétek, taligával. Jaj, a lábam! Imádom, hogy ilyen kis, tényleg nagyon szakadékos. Mellettem a levada, a másik oldal meg, azt nézzétek, tényleg teljesen a mélység van. És ilyenkor vicces, amikor el kell menni egymás mellett. Ez az első célállomás. Megnézzük jól, utána mondjuk kiváló alkalom, hogy elfiasztom egy kis kekszet. Wow! Azt a mindenség itt, de szép! Én is bele szeretnék oda mászni a vízbe. Aha, felfedezést tettél? Mekkora vízesés jön ott le, már mind nem széles, hanem hosszú. Nagyon! Hoppá, növény! Hopp, növény! Odáig fel!
Remélem, nem nagyon zajos a háttérben a vizesés. De most itt megálltunk egy kis elemózsi elfogyasztására, vettük a boltban pasztel donátát, ami szegény egy kicsit ugye megviselődött, nem volt ilyen nyominger. Ez ugye... Szakeldölt. Köszi. Ilyen akar lenni. Nem tudom. Ilyen custard krém van benne. Mi az, ez ilyen vaníliás krém, nagyon finom, nagyon puha. Na jó, én nem bírom ki, de muszáj bele mezitlábaskodnom ebbe a vízbe. Úgyhogy mindjárt ledobom a cipellőket. Na jó, ehhez lejtök. Aztán beleborulok texettől. Ezt meg nem akarhatjuk. Nézzük, biztos rettenet hideg. Nagyon! Nem nagyon tudok beljebb menni, mert gyorsan mélyül. És nagyon böki a talpamat. De akkor is benne vagyok. Na, lássuk, igazi Disney hercegnő vagy-e. Ezt a madarat ide tudod-e csábítani. Ki vagyok a gollam. Most indultunk volna tovább, és egy kicsit el vagyunk szontyolkodva, mert szerintünk arra kéne menni, ugye a pokol bugyrai felé, viszont ez le van zárva. És ki van néve, hogy danger! És ez nagyon szomorú, ha odáig nem tudunk elmenni, mert azt írta, hogy mindenféle vízzel elöntött alagutakon vezet át az út, meg hogy ez egy igazi kalantúra, és még lesznek vízesések, és én abban nagyon-nagyon beleéltem magam, és szerettem volna. Kicsit elszontyolkodtam, hogyha arra kell menni, és arra nem lehet. Most jöttünk ki a barlangból, ami ilyen nagyon lehajolós, de elrontottam a dolgot, mert annyira a lábam alá figyeltem, hogy nem vettem észre, hogy nagyon alacsony lett a plafon, és az előttünk menő úriember pont felülvöltött, mert bevette a fejét, és ezt ilyenek vettem, de sajnos későn, és én magam is bevettem a fejemet ott. Micsoda harci sérülés! Ez egy veszett túra, vigyázzatok! Na, utána néztünk, és tényleg le van zárva a pokolbugyra, viszont lefelé menet találtunk itt egy elágazást, ami a Pico Ruivo felé visz. És ugye odáig múltkor nem mentünk el, amit így döntöttünk, hogy akkor most miért ne, még csak délután 4 van. Úgyhogy simán belfér az időnkbe, hogy ennek is, hát nem meglátjuk meddig, de neki induljunk, mert ugye így, hogy kimaradt a poklos rész, így összesen csak 14 kilométer, vagy valami ilyesmi lett volna, meg nem valami sok. Úgyhogy még itt is hozzáadunk párat. De ez azért kaptatós. Egy kicsit. Próbálok spórolni a kamerámmal, mert a végét járja, de csak úgy, hogy lássátok, ezen kaptatunk, szerintem mennyi egy órája most már? 40 perc. 40 perce? Ilyenen. Úgyhogy nem igazán vagyunk a toppon. Te hogy nem, magad nevére beszélj. Ja, te nagyon fitti vagy? Én abszolút. De jó. Érzem. Aha, előbb nem is tudom, ki mondta, hogy azért ez hard. Hát hard másoknak. Ja. Mások nevére beszéltem. Szeretem, hogy ilyen szerény vagy. Lényeg azért, hogyha a harmadik emeletre nehezen mész fel, akkor itt ne indulj el szerintem. Egyébként most Madeira legmagasabb csúcsára tartunk, mert úgy döntöttük, hogy akkor most már, ha nekiindultunk, hát legyen meg a teteje. És mit olvastam? 1810? Jól emlékszem? Te vagy a számok tudója. Nem figyeltem rád. Köszönöm szépen.
Én is szeretlek, de úgy emlékszem, hogy 1810 méter magas, és nagyon meredek, úgyhogy egész izgalmas. Hát, kilehettük a lelkünket, és ez még nem a teteje, de gyönyörű a látvány, úgyhogy ezért megérte, és nem tudom, mennyire látszódik, mindjárt oda, ott az a gömb. Ugye az volt a pikkódó ajrailalalalaló, ahol voltunk, és ugye akkor ott másztunk, most meg emit mászunk. Arrafelé vezet tovább az utunk, és remélhetőleg hamarosan utunk véget is ér. Az előbbi útjelző tábla szerint még 1 kilométer. Nem hiszem el, de fent vagyunk. Itt az ékes bizonyítéka, hogy fent vagyunk Madeira legmagasabb csúcsán. És én megmutattam, hogy milyen ámulatba ejt egyébként innen a kilátás. Felhők felett járunk, szó szerint. Valami fantasztikus. Szóval mindenképpen megérte feljönni. Azt a mindenit. Úristen, de szép. Ó, és ott, ahogy folynak le a felhők. Istenem, ez valami álomszép. Egyébként azzal kezdődött ez az egész, hogy nekem, ott kempingeznek, ott. Az szép. Szóval, hogy azzal kezdődött itt minden, hogy nekem már nagyon kellett pisilni, és ezen a levada lágy csörgedezése, csobogása ott mellettünk nem igazán segített. Ezért végül is, amikor láttam ott egy ösvénykét, ami letért, gondoltam, hogy ez kiváló lesz arra, hogy én keresek egy bokrot, és ezen felbuzdulva megindultam, és ekkor történt meg az, hogy megláttuk. Ugye ide vezet egy út, és itt kezdődött minden is, már itt döntöttünk, úgyhogy neki vágunk. Persze az, hogy jó, csak megyünk egy kilométerecskét, aztán majd visszafordulunk. De minél tovább jöttünk, annál inkább felszívtuk magunkat, hogy akkor most már ide fel kell jönni. És végül nagyon jó, hogy feljöttünk, de sokszor felidéződött bennem egyébként az, amikor a Fujit váztam, hogy ott is volt, égett az izmom, légszomjam volt, minden bajom, és itt is most hasonló volt a érzésem, pedig most azért egy, úgy gondolom, hogy olyan fittebb egy valaki vagyok, mert egész sokat edzek. De ennek ellenére is azért az embert próbáló feladat volt. Úgyhogy azt hiszem, holnapra nem egy túrázós programot fogunk berakni. Ennek elég nagy az esélye, hogy inkább valami lájtosabbat. Szeretnéd kommentálni az eseményeket, miközben majszolsz, hogy milyen érzések kerítettek hatalmukba, miközben ide felfelé jöttünk, és most, hogy fent vagyunk? Düh és kétség. De te akartad. Igen, azt mondtam, egy óra alatt ott leszünk. Nem így volt, hogy vállalja bűneit egyébként felfelé is már ezt többször elmondta. Most szégyenem belszek. Nekem is adj. Nekem is kell táplálék. Köszönöm. Nem baszunkat, Samu, mutasd. Szétosztottam a hazaútra, itt talán elég lesz. De azt ígérted nekem még az előbb, hogy a sasok fognak minket levinni. Nem, nagyon remélem, hogy jönnek most már igazán. Keresed az égen őket, én nem látok sast sehol. Az volt írva. A prospektus azt mondta, hogy jönnek a sasok. Google review-ban vannak, öcsérdesek a sasok. Eagles! No, én már a harmadik eszközzel rögzítem ezt a vlogot. Ne vágj fejeket! Szóval én már a harmadik eszközzel rögzítem ezt a vlogot, mert a kamerám is és a telefonom is lemerült.
Viszont nagy szerencsénkre, aminek nagyon örül a legény is, nálam van a fényképezőm is, amit 1000 éve nem használtam, de most előhaláztam direkt azért, hogy ide jövünk. És hát, ha tudok vele szebb képeket lőni, mint egy telefonnal, főleg a ráközelítős részeket. És nagyon boldog vagyok, hogy mindig egy mágnes az egyetlen szuvenír, amit begyűjtök. És meg is tettem. És tök jó, hogy végül is Madeira a legmagasabb pontján sikerült megvásárolnom. Úgyhogy ez hozzátesz az élményhez, meg akárhányszor ránézek. Téged nézlek, pedig nem hozzád beszélek, nem hozzájuk. De tehát, hogy majd akárhányszor ránézek, ez a remek hegymászás fog eszembe jutni. Úgyhogy nagyon örülök neki. Egyébként van nálam powerbank, és mit tettem? Botoljószág lévén. Kocsiban hagytam a kábelt. Úgyhogy most fogalmam sincs egyébként, hogy mit veszek. Mert ebben a fényképezőben nem látom, hogy mit teszek, de valamit mindenképpen. Megindultunk a területetek menetnek lefelé. És félünk, hogy rá fog sötétedni. Hát felfelé két és fél órának jöttünk. Lefelé nyilván rövidebb lesz, de nem tervezünk egyszer megállni. Lefelé. Eddig a gimbal nagyon sokat segített a videó minőség. Úgyhogy 1000 bocsi a kameraváltásért. Oké, a legény beizzította a Gyűrűk ura zenéjét, és most arra futunk a hegyen, nagy legalább Gimli és Aragorn. Ó, de rossz! Ha itt megcsúszansz, akkor viszont nagyon gyorsan le fogsz élni. Tehát itt nem kéne elderkázni. No, hát most értünk le, és újból a levadó mellett haladunk. Viszont láttuk itt kiírva, hogy 4,2 km még innen, mire visszérünk az autóhoz. Szóval majdnem még egy órát fogunk caplatni, és azt hittük, hogy már csak 2 km fog ránk válni. Viszont, amit el akartam nektek mondani, mi is ez a levada. Nagyon nehezen akar összejönni nekem ez a felvétel. Előbb meg elmondtam, amit akartam, de lefogtam a kamerát. Nem hallott belőle semmi. Nuku. Ugye ez egy öntözőrendszer, ami Madeira jellegzetessége. És ugye már a római kortól fogva voltak ilyen öntözőrendszerek, viszont ez sokkal komplexebb, mint a többi. Hogy miért volt ezekre az öntözőrendszerekre szükség? 17. században ide települt portugálok cukornádat és banánt kezdtek el termeszteni, és ezek nagyon vízigényes növények, és ezek öntözésére hozták létre ezt az öntözőrendszert. No hát, újból itt vagyok, végre visszaértünk a hotelbe, 9:40-kor sikerült lebandokolnunk a hegyről, már sötétedett, és összesen ma 39.776 lépést tettünk meg, ha minden igaz. Célunk, hogy meglegyen egyébként a 40.000, de még el kell mennünk vacsizni, úgyhogy megszerezzük akkor most már ezt a 40.000-et, és ilyen büszke vagyok magamra, hogy most végre először nem felejtem el lezárni ezt a vlogot, úgyhogy nem is akarom hosszú lére ereszteni itt a végét. Annyi, hogy nagyon örülök végül is, hogy megmásztuk ezt a hegyet, mert hatalmas élmény volt, és biztos nagyon-nagyon sokat fogunk még nosztalgiázni. Remélem tetszett nektek ez a vlog, és obrigado, hogy velem tartottatok. Remélem találkozunk legközelebb is. Sziasztok!